Mint ismert, 2022-ben és 2023-ban Lázár János miniszter 270 állami beruházás felfüggesztését jelentette be. A DK politikusai ezt sérelmezik, és úgy látják, hogy ezzel kapcsolatban az itt élők tájékoztatása elmaradt. Én Székesfehérvárról szeretnék beszélni inkább. Földi Judit sajnálja, hogy az Icsiliget projektből, a belváros bővítéséből, a Feketesas szállót érintő fejlesztésből nem lett semmi, a főiskolai kampusz projekt átalakult, és az intermodális központ megvalósítása várat magára. Kiemelném még az Ósonnél lévő körforgalmat. A több írásbeli kérdéssel fordultam a közlekedési minisztériumhoz, és egyértelmű választ érkezett pár héttel ezelőtt, hogy ebből előreláthatólag nem lesz semmilyen fejlesztés, forráshiányra hivatkozva. Látjuk azt, hogy sok minden másra van forrás, ez igenis fontos lenne a székesfehérváriaknak, és most már a megyének is. Földi Judit szerint sajnálatos, hogy a döntés részletes ismertetése az itt élőkkel elmaradt. A sajtótájékoztatón Ecsődi László, a DK politikusa arról beszélt, hogy a közlekedést érintő beruházások elmaradása nehéz helyzetet teremt. A vidéki emberek legnagyobb problémája a megközelíthetőség, az elérhetőség, hogy elérem-e a kórházat, elérem-e a szakrendelőt, elérem-e a nagyáruházat, ahol vásárolni szeretnék, és ehhez olyan úthálózat kell és olyan közlekedés, amivel ezt meg tudják ejteni. Kátai György, a DK képviselője arról is beszélt, hogy az Iváncsai gyár miatt is várható egy megnövekedett forgalom Puszta-Szabolcs környékén, ezért is fájó, hogy nem valósult meg a Puszta-Szabolcsot elkerülő út. A Puszta-Szabolcsi elkerülő út, ez nagyon fáj, hogy már másodszor esik útba, illetve hát nem tudom, hogy mit jelent az a kifejezés. Nyilván egyébként tudom, csak a kormány hogy érti, hogy végleg van leállítva, vagy nagyon hosszú időre, mert a felfüggesztették kifejezést használják. Én nagyon őszintén remélem, hogy nagyon rövid időn belül ez az elkerülő út újra napirendre kerül. Összességében a politikusok úgy látják, hogy komoly életminőségjavító beruházások kerültek felfüggesztésre, melyek, mint fogalmaztak, fájnak Fejér vármegyének.